Nyárderekán járunk, a napközi táborosok rengeteg élményben részesültek országszerte, és természetesen itt, Terézvárosban is. Eddig a Derkovicsban volt a tábor, mármint a Derkovics Gyula általános iskolában, és most váltunk, a jövő héttől a Bajzába fogadják a gyermekeket. Ebben a témában az eddigi táborvezető Nagy Lívia vendégem, szeretettel köszöntelek, és két diák is jött, két táborozó, Kápolnási Nikolett és Lugosi Bálint, szeretettel köszöntelek benneteket is. Nos, hát azt gondolom, hogy élménybeszámolóban bőségesen lesz részünk, mert jó pár hét van mögöttünk teli élményekkel. Nem te veled kezdem, Lívia, hanem a gyerekekkel, hiszen mindaz, ami történt, az értük történt. Két külön korosztályt képviseltek, negyediket végezted, nyolcadikat végezted, ez már magában is érdekes. Kezdjük Bálinttal. Bálint, hogy te nyolcadik után úgy döntöttél, vagy a szüleid, ezt majd mindjárt megmondod, hogy napközi táborban fogod tölteni a nyarad egy részét? Alsó tagozat alatt rengeteg nagyon jó embert megismertem a táborban, akikkel a tábor mellett nagyon nincs más lehetőség a találkozásra, úgyhogy a nyári tábort általában ki szoktuk használni arra, hogy együtt tölthessük ezt az időt, együtt szórakozhassunk, együtt élvezhessük a programokat. Azért érdekes, amit mondasz, mert a nagy fiúk többsége azt mondja, hogy ó, hát én már nagy vagyok, én nyolcadikos vagyok, inkább lógok egész nap. Mi az, ami olyan vonzó volt ebbe a baráti közösségen kívül? Változatosság. Mindig van mindenféle program, például járunk általában Városligetbe, vagy Benczúrkertbe hétfőnként, van minden héten strand, van néha állatkert, van mindenféle program, mindenféle előadás, például a rendőrségtől is jöttek múltkor. Sokkal több élményben van részed, mint hogyha otthon lennél egyedül? Igen, ezt gondolom. Ez egy nagyon-nagyon jó hír. Nézzük meg a te szemszögedből. Neked milyen volt az elmúlt 6 heted? Vagy 5 heted? Nekem nagyon jó volt, mert az összes barátnőm, barátom, osztálytársam, mindegyik itt van. És akkor nagyon jó velük játszani meg, nagyon sok programra is elmegyünk, és azok is nagyon jók. Két remek választ kaptunk, majd ezeket még ki fogjuk bontani, és akkor most nézzük meg a táborvezető szemszögéből. Hogyan készültél erre a táborozási időszakra, ami egy nagyon nagy felelősség, hiszen egész máshogy kell a gyerekekhez állni a nyáron, mint ahogy a szorgalmi időszakban, és mi az, amit sikerült megvalósítani belőle? Hát tényleg nagy előkészületekkel járt, sok mindent át kellett gondolnunk, hogy a gyerekeknek minél változatosabb programokat tudjunk összeállítani. Voltak olyan standardek, amik ugye beváltak évek óta, és azokat ugye meg akartuk tartani, de azért akartunk új programokat is. És hát ugye szerencsére az internet manapság nagyon sokat segít nekünk, hogy sok-sok programot találtunk rajta ezekre a hetekre, és ezeket próbáltuk is kihasználni. Sőt, most arra törekedtünk, hogy a 6. kerület az intézményeivel is fölvegyük minél jobban a kapcsolatot, és velük is tudjunk programokat együtt alkotni a gyerekek számára. Azt gondolom, hogy Terézvárosban minden megtalálható, ami az országban, csak egy kicsiben. Itt Terézváros szíve nagyon sok minden koncentrálódik, és ha bár azt mondjuk, hogy zöld felületből aránylag kevés van, mégis az a kevés zöld felület is jól hasznosítható és kihasználható, következtében annak, hogy az elmúlt időszakban elég jó felújítások voltak, és azokat az emberek használják is. A gyerekek említették a Benczúrkertet, ugye ez tavalyi átadású helyszín volt. Mitől jó a Benczúrkert? Hát az az igazság, hogy ezt a gyerekek jobban el tudnák mondani, hogy nekik miért jó. Nézzük meg jó. A te szemszögedből, az vagy a pedagógusok szemszögéből. A mi szempontunkból azért, hogy egy zárt terület, jól felügyelhető, tehát mindent látunk, ami ott történik, szépen föl van újítva, nyugodt környezetben van, viszonylag kevesen használják, és így mi hosszú időt el tudunk tölteni a gyerekekkel. Hogy néz ki egy hetetek? Tehát tegyük fel, te elmondod a múlt hetet, te meg az előző hetet gondolkodjatok. Múlt héten például voltunk Tarzan Parkban, meg voltak olyanok, akik voltak a 3D galériában. Na hát ez két olyan dolog, amire nem biztos, hogy a szülőkkel eljutnak a gyerekek. Milyen volt a Tarzan Park? A Tarzan Park önmagában egy nagyon gyakori program, tehát szinte minden évben, szinte minden héten vannak olyan, akik mennek a Tarzan Parkba. Egy óriási nagy játszótér,
ami a kisebb gyermeki korosztálytól kezdve egészen az én korosztályom, még szinte bárkinek élvezhető. Szerintem még a felnőtteknek is. Igen. Van ott rengeteg óriási nagy csúszda, van ott rengeteg óriási nagy mászóka, van ott ilyen csúszó, és van egy vízes terület, ahol lehet fürdőzni kicsit, fröcskölni, meg homokozni, meg ilyesmik. Ez egy nagyon nagy terület, ahogy említették a gyerekek, Benzulkerttel ellentétben nem olyan jól átlátható, és tudom, amikor kollégáim ott voltak, és megnézték, hogy egy csoport hogy működik, akkor a nem gyerekes kollégák frázba voltak, hogy te jó Isten, nem lesz-e valami baja a gyerekeknek? Nem, ez már ugye kipróbált terület, mint ahogy a gyerekek is mondták, sokat járunk oda évek óta, és ez is egy zárt terület, rengeteg animátor dolgozik bent, tehát ha véletlenül bárki is ugye elkeveredne, akkor is könnyedén megtalálja a helyét. Nálunk mondjuk az is működik, hogy karszalagja van a gyerekeknek, amire rá van írva a tábornak a neve, meg az elérhetősége, és tehát ha bármi gond történne, akkor sem lenne, természetesen nem szokott itt történni, mert egy helyre szoktak pakolni a gyerekek, meg van mondva, hogy melyik területen lehet lenni, és akkor inkább úgy átköltöznek másik helyre, hogyha a gyerekek másik részen akarnak játszani. A másik, amit említett Niki, ez a 3D galéria. Ezt tudom, hogy nagyon sokan várták. Na, mesélj nekem erről, mert én fogalmam sincs, hogy miben volt részletek. A kézműves csapattal volt még 2 darab gyerek, aki a informatikából jöttek át, úgymond a kézművesbe, de csak arra az egy napra, és akkor elmentünk a 3D galériába, és voltak ilyen olajfestmények a falokon, és akkor ott elé lehetett állni, vagy ilyesmik, és akkor földre is lehetett feküdni, és olyan volt, mintha másznál valahol, vagy benne lenne igaziból a képbe. Tehát, mintha egy festménybe saját magad beleillenél? Igen. Ezt az élményt nyújtotta? Igen. Te voltál? Én nem, én ebből kimaradtam. Te kimaradtál belőle. Ugye itt már ugye két csoport név elhangzott, hogy az informatikusok és a kézművesek, tehát ez annyit jelent, hogy akkor ezek a gyerekek érdeklődés szerint csoportokra voltak bontva, de hát azért időnként a csoportok is átalakultak. Milyen volt ez? Hogy élvezték a gyerekek? Milyen élményt nyújtott? Hát szerintem nagyon élvezték. Rengeteg fénykép készült, mert azt elfelejtetted mondani, ugye, hogy volt velünk egy hölgy, aki koordinált minket, és minden képnél elmondta, hogy hogyan álljanak be, és akkor ők is rengeteg fotót készítettek, és utána volt egy kis külön program, amikor a gyerekek külön is fotózkodhattak. És mi is nagyon élveztük, ám felnőttek szerintem, azt hiszem, mi majdnem jobban, mint a gyerekek, mi is ott pózolgattunk minden egyik képnél. Van például egy a kedvencem volt, a vörös szőnyeg, ugye azon minden nő le akar egyszer jönni, és ott is előtte is lehetett fotózkodni. Sőt, még volt, bocsánat, igen, még volt, olyan, volt még egy olyan rész, amikor ilyen feladatokat oldottatok meg, ugye? Igen. És aki az első lett, az kapott gyerekpesgőt. Az igen. Lejöttél a vörös szőnyegem? Igen. Milyen érzés volt? Hát ilyen jó volt. Jóformán csak egy poszt kellett állni, és olyan volt, mintha lejöttél volna a vörös szőnyegen. Ugye a technika milyen csodákra képes, ezt azért meg lehetett tapasztalni itt a mi stúdiónkban is, hiszen a nyáron több napközis táboros csoport, többek között ugye a Derkovics napközis táborból is, más kerületekből is érkeztek ide hozzánk gyerekek, hogy megtapasztalják, milyen egy televíziónak az élete. Te abban is benne voltál, Niki. Na itt mit tapasztaltatok? Én olyan voltam, aki poharakat hozott ki. Tehát akkor te asszisztens voltál, ezek szerint, aha, tehát akkor úgy kell elképzelni, hogy bejött a csoport, és a televízió munkatársainak a helyébe beálltatok egy-egy feladatra? Igen. Ezek szerint volt, aki a kamera mögött állt? Igen. Voltak asszisztensek, volt riporter? Volt. Volt riportalany? Igen. Az is volt. A képvágónál is ült valaki? Igen. Hangmérnökök is voltak. És hangmérnök is volt. Na, akkor eláruljuk most a kedves nézőknek, hogy erről készítettünk egy kis verkfilmet, amit majd fognak látni ezután a beszélgetés után, és hogyha
esetlegesen valamilyen probléma adódik, vagy nem egészen olyan a kép, mint amit önök megszoktak, akkor ne csodálkozzanak rajta, hiszen a kamera mögött is gyerekek álltak, a képvágóba és a hangpultba is gyerekek voltak, az asszisztenciát is a gyerekek látták el, tehát egy teljes stúdió felvételt készíthettek, és remélem, hogy azért csak sok élménnyel távoztak innen, minden esetre utána még azt hiszem a feladatlapot is kellett megoldani, igen, és egy picit belepillanthattatok, de erről látnak majd egy összeállítást. Visszamegyünk egy kicsit. Azt említettük, hogy nyolcadikos voltál. Igen. És hogy készülsz a középiskolába. Hányan voltatok ti a te baráti körödből, vagy ismerős körödből most ebben a napközis tábori részben? Hát a napközis táboron kívüli ismerősi körömből senki. Senki? És a osztálytársaid közül? Onnét se senki. Miért nem tudod megfűteni azokat a srácokat az osztálytársak közül, hogy jöjjenek és vegyenek részt ezekbe a programokba? Nem próbáltam. Nem próbáltad? Nem próbáltam. Tehát egyszerűen van egy baráti köröd a napközis táborból, akikkel jól vagytok, és ezért te elmész a napközis táborba? Igen. Próbálom megfejteni a titkát, hogy mi lehet ennek, egyébként van. Én amikor kezdőpedagógusként először vettem napközis táborba részt, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, napközis táborba kell menni, és az első hét után azt mondtuk, hogy jaj, hogy menjünk még egy hetet, mert annyira jó programok voltak, tehát azért ez egy más-más élmény. Melyik suliba fogsz menni tovább tanulni? A Teleki Blanka gimnáziumban, nyelvi előkészítőre. Nyelvi előkészítőbe. Miért a Telekit választottad, meg tudod magyarázni? Tényleg nagyon sok minden jót hallottam az iskoláról, egy pár ismerősünk is járt oda, és marha közel van. Te bajzás voltál, ugye? Bajzás, igen. És akkor itt jön a kulcs szó, hogy nagyon jó programok voltak idáig, és a Derkovics volt a helyszín, de hát fél időben, majdnem fél időben váltás van, hiszen egy pár hetet a hátralevő időszakban a napközis tábornak helyszínként a Bajza utca fogja adni. Teljesen más lesz onnan a napközis tábor, és azt hiszem, hogy ti ketten már nem is fogtok részt venni, hiszen a családdal mentek programokra és nyaralni. Mi az, ami a Derkovics mellett szól? És a szülők mi szerint választanak? Helyszín szerint választanak, vagy szabadság szerint választanak napközis tábort? Hát szerintem inkább szabadság szerint, de ugye eddig, tehát a nagyon jó helyszín a Derkovics iskola, mert tele van fával, nagy terek vannak benne, és ezért ezt érdemes is kihasználni. De szerintem valószínűleg a Bajzában is jól fogják magukat a gyerekeink érezni. Ismerem a Gabit, aki a táborvezető lesz, szerintem nagyon lelkiismeretesen fölkészült, hogy ott is jó programokat csináljanak a gyerekeknek. Itt már mondom is a kollégáknak, hogy közben Bakosiné Sági Gabriellát hívják telefonon, hiszen egy telefonriportot most mindjárt fogunk vele készíteni itt a beszélgetés alatt, és akkor mi folytatjuk a programokkal. Említettétek a Tarzan Parkot, említettétek az állatkertet, ezek mind standardek, a Városliget is standard. Strandokon merre fele jártatok? A római strandon voltunk. Még sok strandon voltunk, csak annyi program volt, hogy már nem mindegyikre emlékszem. Nem mindegyik. Na hát az a bőség zavara, nagyon jó. Te melyikre emlékszel? Én csak a rómaira. Igen? Tehát, mitől volt az más, mint amilyen a többi? Nagyon sok jó csúszda van arra fele, nagyon nagy a terület, és rengeteg ott a büfé. Aha. Hogyan választottak ilyenkor strandot? Ott is a biztonság a legfontosabb, hogy átlátható legyen, hogy tehát a gyerekek együtt tudjanak maradni, ők minket se zavarjanak, mások, mi se zavarjunk másokat. A rómait a gyerekek szeretik nagyon, a sok csúszda miatt, de többször volt buszos kirándulásunk is strandra, voltunk a Gödi strandon, a Százhalombattai strandon, ezeket is szerették a gyerekek is, meg a pedagógusok is. Érdekes, hogy mégis a római maradt meg bennük. Buszos kirándulásokat hogyan sikerül megszervezni, de ilyenkor hány csoport megy, vagy mi szerint változik? Tehát egyszerre megy az egész tábor több autóbusszal, vagy pedig csoportonként változnak rotációba a programok? Csoportonként változnak, tehát minden héten egy buszos programunk van, egy busz áll a rendelkezésünkre, és mindig az adott gyerek, tehát akkor a befizetett gyerek létszám függvényében választjuk, hogy melyik csoport az, aki éppen buszos kirándulásra megy. Hány gyerek volt a napközis táborban ez eddig? Összességében? Hát inkább nézzük azt, hogy körülbelül hetente. Hát hetente olyan, hát a
volt egy dömping időszakunk, amikor a 130-140 gyerek is volt, most körülbelül olyan 100-102-3 gyerek van. Már most körülbelül 2 hete. Most tulajdonképpen azt kellene tudnom, hogy mennyi a teljes összlétszáma az általános iskolásoknak ahhoz, hogy az ember meg tudja ítélni, hogy hány százaléka kéri a szülőknek, illetve a gyerekeknek a napközis tábort. Mi a jellemző, mely korosztályokat hozzák napközis táborba, és honnantól maradnak el? Inkább az alsó tagozatosok, akik jönnek, és szerintem olyan 6. bezárólag, utána 7. már nem igazán van. Van egy pár, ugye egy nagyobb, 7.-8., de úgy általában, hogy 6. környékén fejeződik be szerintem. Tudom, hogy most azokat a gyerekeket kellene megkérdezni, akik nem voltak napközis táborosok, hogy hogy töltötték idáig mondjuk 7.-8. a szabadságukat. Valószínűleg nem tudnának annyi élményt felsorolni, mint amennyit bennit a gyerekeknek volt a részük. Amikor mondjuk pocsék az idő, és nem tudtok kimenni, és az udvaron se tudjátok eltölteni az időt, akkor milyen lehetőségeitek vannak? Mennyire tudtok magatokba lenni? Mennyire kell engedélyt kérni különböző programokra, most itt a Lívia néni befogja a fülét, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a szabadság érzésetek a tábor ideje alatt. Szerintem nagyon jó, mert például, hogyha esik az eső, akkor is tudunk játszani, de akkor általában oda szoktunk menni, ahol van a tornaterem, és előtte van egy tér, oda szoktunk általában bemenni. De általában még nem volt nekem részem legalább, és amikor táborba váltam, olyan több órás záporba, csak ilyen 5-10 perces. Tehát ilyen kis futó záporok voltak, ami nem nagyon zavart. Egyébként, hogyha, mit tudom én, a kert egyik végébe vagytok, és be akartok menni a szobába, valami másik, vagy tanterembe valami tévét nézni, vagy internetezni, akkor kell külön engedélyt kérni rá, hogy ide mentek, oda mentek? Igen, hogy tudják, hogy hol vagyunk. De nem nagyon szokták azt mondani, most ne azt csináld. Tehát a szabadon mozogtok. Te hogy éled meg ezt a kötöttséget, illetve mennyi a szabadság és a kötöttség? Szerintem elég nagy szabadság van arrafele. Az alapjáraton rendelkezés álló terület is elég nagy. Emellett plusz engedélye még hátra is lehet menni az ebédlőhöz, ami megint egy nagy terület, meg el lehet menni a focipályára, ami egy szintén nagy terület. Tök jól félre lehet vonulni, illetve társaságban is tök jól el lehet lenni. Eddig nagyobb esőre még nem volt példa, úgyhogy elég volt az, hogyha behúzódunk a tornaterem elé arra a helyre, és megvárjuk, amíg elmegy. De évekkel korábban voltak nagyobb esők, olyankor általában egész táborra bevonultunk a tornaterembe, és ott foglaltuk el magunkat. Sportolási lehetőség mennyi van? Itt említette az előbb a Bálint, hogy hátra lehet menni a sportpályákhoz. Mennyit sportoltok? Hát sokat szoktunk sportolni, de viszont van külön ilyen sportcsoport, abban is azok fociznak általában, mert ott csak fiúk vannak. És a lányok közül, aki akar valamit csinálni? Azoknak volt zenés torna, csak nem jelentkeztek sokan, 4-5, és ezért elmaradt a zenés torna. Na tessék, nem szeretnek mozogni a gyerekek? De szeretnek szerintem, csak ugye mindig változik a gyerekeknek az tehát azok, akik jönnek a táborba, más érdeklődéssel, meg hát ugye elsősorban még a szülő dönti el, hogy hova szeretné, és ugye most nálunk nagyon az informatika, a foci, a felkapott, meg az úszás. Tehát van úszó csoportunk is, tehát akik ugye minden nap járnak úszni. Mennyire kívánják a szülők, hogy a napközis tábor ideje alatt némi tanulás legyen, hogy ne essenek ki a gyerekek. Tehát van-e arra példa, hogy valamilyen feladatot direkt módon meg kell oldaniuk? Nem, eddig még nem volt. Mondjuk én nem is nagyon vagyok a híve, nyáron pihenjen a gyerek is szerintem. De hát azt mondják a szülők, hogy muszáj lenne olvasni, meg egy kicsit írni kisfiam, mert ki fogsz esni belőle, elfelejtesz mindent. Hát azt oldják meg otthon szerintem, a táborba táborozni jönnek jó a gyerekek. Jó válasz volt, táborozni jönnek a gyerekek. Számodra mi volt a legnagyobb élmény? Hú, ez most nehéz kérdés, mert nekem az a legnagyobb élmény, hogyha látom a gyerekeken, hogy jól érzik magukat, és csillogó szemmel jönnek vissza egy-egy programról, és sok ilyenben volt részem. 5-7 táboron vagyunk túl, átlagban 100 gyerekkel, akkor így lehet mondani, igen. Tehát az 500 gyerekre kellett felügyelni és programot biztosítani, önkormányzati támogatással jön létre, hiszen nagyon kevés a térítési díj.
Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy érdemes is megköszönni, még a szülők részéről is, mert azt gondolom, hogy tényleg, hogyha ezeket így összeadnánk, hogy családdal kéne elmenni ezekre a programokra, akkor lehet, hogy egy havi fizetés simán rámenne, hiszen csak egy belépőt, hogyha nézzünk, még ha egy felnőttel is, akkor is az eléggé húzós. Hány kollégát segített ebben? Mi lesz most, hogy átköltözik a Bajszába a társaság? Hány kollega fogja folytatni? Azt tudom, hogy te is elmész pihenni, ugyanúgy, mint ahogy ezek a gyerekek is, a stúdiónk vendégei egy kicsit másként folytatják majd a szünetet. Hát igazából mindig a gyerek létszám függvénye volt az, hogy hány pedagógus dolgozott. Átlagban egy olyan 11-12-13, attól függően mondom, tehát amikor nagyon sokan voltunk, akkor még több pedagógus be kellett vonnunk, mert ugye van egy ilyen törvény által előírt dolog is, hogy hány pedagógusra van szüksége egy-egy csoportnak, mi ezt is igyekszünk betartani. Kapnak ezért külön térítési díjat a pedagógusok? Igen, az önkormányzattól, tehát az 5-ös 10-től pontosabban. Tehát akkor ez nem a kliknek, illetve a kiknek a fennhatóság alá tartozik, hanem kimondottan. Könnyű a kollégákat mozgósítani, hogy jöjjenek és legyenek pedagógusok a napközis táborban, mert ez egy jó élmény? Hát igazából majdnem állandó embereink vannak. Uh-huh. Egy-két... Tehát van egy pár megszállott igen, ember. Igen. De szerintem, hát én például mióta táboroztatok, hogy mindig viszem a hírét, hogy milyen jó programok vannak, és már azért úgy sikerült újabb embereket is így behívnunk ide a csoportban. Mit tudunk, vagy mit tudsz, mert közben nem érkezett meg a telefon a Bajszából, mit tudsz a következő pár hétről, amíg még tart a napközis tábor, milyen lesz ott? Hát ugye az adottságok teljesen másak, és én azt tudom a Gabitól, hogy ő próbál minél több kinti programot szervezni a gyerekeknek, mert erre van lehetőség inkább, és nagyon imádkozunk, hogy jó idő legyen, hogy ne kelljen nekik bent eltölteni az időt. Sok-sok program lesz, az annyit tudok, de nem is akarom elárulni, ez inkább hagyd legyen a Gabinak a feladata. Azt tudjuk, hogy a Bajszai csodálatosan felújított új épület, belül is nagyon esztétikus, nagyon szép. Gondolom a tantermek is úgy lesznek kialakítva, és van egy nagyon szép belső udvara, ami ugyan fák nincsenek, viszont az egész akadálymentesítve van, illetve szivacs burkolattal rengeteg sportolási lehetőség lesz ennek keretén belül, tehát azt gondolom, hogy ki fogják tudni használni ezt a lehetőséget. Arról nem beszél, hogy ott van még az uszoda is mellette, tehát azért ott egy picit másként fog működni, azt gondolom, a napközis tábor. Nos, hova fogtok menni nyaralni? Mi a következő pár hétnek a programja? Még rajtunk áll, még nincs meghatározva. Szüleiddel nem terveztetek semmit? De igen, pontosabban apukámmal. Apukáddal, és mi a terv? Hát azt tudom, hogy valahova a nyugati határ közelébe fogom menni, de pontosan most nem emlékszem. No, hát reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni, nézzük a tiédet. Mi azt terveztük a nagymamámmal, anyukámmal, keresztanyukámmal, unokatestvéremmel, szinte majdnem az egész családdal, hogy elmegyünk hajókázni, de egy ilyen nagyobb hajókázást terveztünk, mint például, hogy ki elhajózzunk odáig, hogy nem a Balatonba, mert ugye ez nem tudunk vele hajókázni, csak hogy addig próbálunk, ameddig lehet, a Balatonig elhajózni. Ezt most próbálom, tehát Dunán hajóznátok? Igen, utána pedig a Balatonhoz közel valahol megállnánk, és akkor elmennénk a Balatonhoz. Vagy busszal, vagy ezt még nem tudom, még sose voltunk ilyen. Na hát ajánlom nektek, hogyha jó hajós programot szeretnétek, hogy Siófokon a kikötőből kalózhajók indulnak remek programokkal, és ahogy én nézem a kikötőből, a gyerekek és a felnőttek is nagyon-nagyon élvezik, az igaz, hogy csak egy-két órás hajóút, de remek, be vannak költözve a matrózok kalózoknak, van lövés, minden, támadás, úgyhogy az egészen biztos, hogy élvezetes lesz az egész család számára a Dunán is isteni hajózni, úgyhogy ezt az élményt ne hagyjátok ki semmiképpen. Neked van-e valami vágyod? Feltétlenül nincs. Mi az, amivel szeretett tölteni az idődet? Általában a városban szoktam járkálni össze-vissza, de van úgy, hogy otthon pihenek, esetleg olvasok, vagy játszom a számítógépemen. És Lívia néni, te merre fogsz menni pihenni?
Olaszországba, tengerpartra. Ó, azt gondolom, hogy akkor ki lehet lazulni kellőképpen. Reméljük, hogy a csodálatos olasz tengerparti homok simogatni fog ugyanúgy, ahogy a tenger, hiszen megérdemled, mert azt gondolom, hogy hiba és baleset nélkül sikerült ezt a jó pár hetet végig dolgoznotok, sok-sok élményt adva a gyerekeknek, úgyhogy köszönjük mindazt a szülők és mindenki nevében tőled, vagy neked is, és a kedves kollégáidnak is. Köszönjük szépen, és azért én még szeretném hozzátenni, hogy mi is szeretnénk megköszönni az Ötvös Tíznek, hogy támogatja a táborunkat, valamint azoknak a társintézményeknek, amelyek segítették a munkánkat. A rendőrség, 6. kerületi rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzati rendészet, akik a büntetés végrehajtási intézetben is voltak nálunk, és a 3D stúdiónak, valamint van itt most a kerületben egy Simaliba játszóház, ők is szívesen láttak minket, és mindenkinek szeretnénk megköszönni, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy a gyerekeinknek minél jobb programokat tudjunk szervezni. Köszönjük szépen, és valószínűleg ezek a társintézmények még az elkövetkezendő hetekben is az újonnan táborozóknak is sok-sok élményt fognak nyújtani. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük.